Vendégem Karanc János, jó-jó világbajnok. Szia, köszöntelek a műsorban. Szia, köszönöm szépen. Ugye a legutóbb, amikor beszélgettünk, az nyáron volt ott az Olimpiai Parknál, akkor hát ugye mutattál egy-két érdekességet, most egyébként ez csak így a háttérben látható, és még mindig tátva marad a szám, hogy egyáltalán, tehát hogy elképesztően jó anyamod. Menjünk vissza kicsit a gyökerekig, mert a múltkor csak úgy, ahogy a jelenedről beszéltünk. Tehát, hogy te magával, a jójózással, mint úgy mikor és hogyan találkoztál? Az iskolában ez is hasonló divat volt, ha úgy veszük, mint a különböző kártyajátékok például. És hát egy 10 évvel ezelőtt kezdődött az egész. Hát az osztálytársaim behozták, így hát mondhatjuk, hogy így szinte az egész év folyamban így elterjedt, és akkor én is így bekapcsolódtam. Aztán ugye elkezdtem járni hivatalos találkozókra, vagy hát hivatalos, hogy hívhatjuk őket. Mert ha jól veszünk a szóiból, akkor téged ez a dolog jobban lekötött, mint gondolom én az osztálytársaidat, hogy abból az osztályból mindenki elkezdett. Igen, engem szerintem jobban érdekelt, mint őket, szóval ők nem láttak talán annyi fantáziát benne. És akkor a magyar jójós közösségbe is így kezdtem bekapcsolódni, és akkor utána elkezdtem versenyezni, és akkor velük együtt elkezdtem külföldi versenyekre is járni. Ez a típusú jó, amivel te is dolgozol, ez nem olyan, mint a sima, ami csak lemegy és vissza. Mik ennek az ismérvei egyébként, miben más az, mint az általános fajó jó, amit bármelyik boldiban meg lehet venni? Tehát az alapvető különbség az ugye egyértelműen az, hogy van középen egy csapágy, és a csapágy egy helyben van, a csapágyon van rajta a zsinór, és a jójó teste pedig forog, és ezáltal marad mindig ugyanabban a pozícióban. És igazából ez az alapvető különbség, a maga a forma, a súlya kialakítás az mindig változik, minden jójó más és más. Szoktak játékosoknak is tervezni jójókat, nekem is. Most majd lesz egy, amit próbálunk úgy kialakítani, hogy így nekem a legkényelmesebb legyen. De mi az, ami a kényelmes szempontjából érdekes lehet, hogy maga a zsineg, vagy a jójónak magának a formája? A jójónak a formája. A zsinórokban is vannak egyébként különböző típusok, abban is van nehezebb, könnyebb szín, mindenféle változat. De a jójónak így, hát főleg a kialakítás, a nagyság és a súly, hogy legyen stabil mondjuk nagyon. Értem. Menjünk vissza kicsit, még mindig a múltban maradjunk. Mikor te elkezdtél jójózni, akkor már rögtön, itt a videóban is látható, ilyen profi jójóval kezdtél, vagy az az általános, amiről beszéltem, a kis fagyó lemegy, visszajön? Hát egy csapágyas jójó volt, de még egy kezdőbb modell volt, szóval azzal még nehezebb volt fejlődni. Hogyan zajlott a személyes fejlődésed? Tehát, hogy nyilván láttál másokat, hogy milyen trükköket tudnak, te gondolom inkább a generációdból kiindulva, mert szerintem egy korosztály lehetünk, a YouTube volt az, ahol nagyon sok trükköt el tudtál sajátítani. Hát a YouTube is, meg mivel az iskolában ugye sokan játszottak, akkor velük is közösen volt, hogy a jójókat, amiket vettünk, az adtak oktató CD-ket, és akkor azokat nézegettük. Igen, de hát az internet volt a fő. És akkor ugye egy idő után az emberek, ha már sok trükköt tudnak, akkor elkezdik ezeket kombinálni, elkezdenek saját ötleteket belevinni, és akkor a végén mindenkinek egy saját stílusa alakulhat ki. Pont valamelyik nap hallottam csak véletlenül olyan beszélgetést így a jójózással kapcsolatban, hogy nyilván ez a fajó, amit én is említettem, az gyakorlatilag ilyen pár száz forintos tétel, tehát hogy ez nem olyan vészes. De nyilván, hogy arra kérek, hogy árakat ne említs, tehát egy ilyen profi jójónál, hogyha szeretne valaki, akkor nagyon-nagyon a zsebünk mélyre kell nyúlni, vagy ezek nem olyan horribilis összegek, mint amit azt mások gondolják. Szerintem ez az egyik legkönnyebben megengedhető sport, ha úgy vesszük. Nem kell feltétlenül nagyon mélyre nyúlni szerintem. Nagyon sok olcsóbb, de profi kategóriájú jó van, úgyhogy szerintem bárki. Szóval azért rossz kifogás. Értem. Menjünk vissza kicsit ugye még mindig a múltba, de már hagyjunk a jelen felé. Mi volt az a pont, amikor te már úgy érezted, hogy már versenyszerűen is szeretnéd magadat kipróbálni? Ugye említetted azt, hogy a jó-jó társasághoz csatlakoztál, és akkor ők onnan így mondták, hogy hát benned van tehetség, és akkor fejbe vagy ők rendeztek versenyeket, hogy ez hogy nézett ki igazából? Hát a jó-jós közösségben már 12 éve rendeznek országos bajnokságokat, szóval amikor én kezdtem, akkor már voltak versenyek, és hát bíztattak az elején, de én nagyon lassan fejlődtem, és nehezen vettek rá, vagy hát nehezen kapcsolódtam be ebbe a versenyzésbe, de amint belekapcsolódtam, annyira megtetszett, hogy még mindig csinálom. Említetted azt, hogy nehezen vettek rá, de azért mégiscsak jelenthetjük, hogy te világbajnok vagy. Mi volt az, ami miatt kicsit óckodtál attól, hogy te versenyezzél? Hát az elején szerintem még ugye nem is voltak annyira egyedi trükkjeim akkor még, meg mint ahogy mondtam, lassan is fejlődtem. Mondjuk régebben szerintem alapból lassabban fejlődött mindenki, mert most már
sokkal több forrás áll rendelkezésére az embereknek. Uh-huh. Hát egyszerűen csak nehéz volt mások előtt elkezdeni játszani, de aztán mondhatjuk úgy, hogy belejöttem, vagy megszoktam. Uh-huh. Meg hát gondolom egyébként a versenyekben még nem voltam, ez úgy néz ki, hogy kiállsz egy színpadra, megy egy zene, és akkor mindenki néz téged, tehát valamennyi lámpaláz azért benned van. Igen, igen, és szerintem ami nagyon mássá teszi ezt a fajta versenyzést, hogy itt nem úgy van, hogy a közönség csöndbe végignézi a produkciót, és utána a végén tapsol, hanem minden egyes trükk után, szóval, hogyha sikerül egy trükk, akkor tapsolnak, ha megint összejön még egy, akkor még hangosabban is, akkor így sokszor így fokozódik, olyan, mint a foci meccs, amikor fejelgetnek a játékosok. Igen, és nagyon nehéz ugye benne maradni ebben a ritmusban. Úgyhogy szerintem ez az egyik legnehezebb tényező a versenyzésben. Uh-huh. Mindjárt beszélgetni fogunk, hogy kérdezem, hogy milyen jó kis eredményeid vannak, amivel nyilván dicsekedni fogsz, ami egyáltalán nem szégyen. Volt esetleg a másik véglet, hogy a színpadon esetleg olyan történt, hogy elszakadt a zsinór, vagy valami? Tehát ilyen kellemetlen szituáció, ami azóta is a fejedben van, vagy milyen? Olyan, hogy elszakadt, olyan szerintem nem volt, de az szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy szinte mindenkivel a világon előfordult már, hogy becsomózódott a jójó, és akkor le kellett cserélnie. Mindenki szokott felvinni a színpadra ugye cselejójókat előkészítve, hogyha ilyen történik, akkor ugye le tudják váltani, és akkor hát levonnak valamennyi pontot. Pont kérdezni akartam, hogy ez ilyen nagyon sokat szerint, mert úgy, hogy valamennyi ilyen szinten előtte nem tehetsz, vagy mégis? De ha úgy veszük, mert ugye ez a felkészültség, meg a profizmus, szóval, hogy igen, szóval érthető, hogy levonnak, meg az összképet is ugye elrontja. Úgyhogy a jelenlegi zsűri rendszerben úgy szokott lenni, hogy ugye a maximális elérhető százalék az a 100, és akkor abból 3-at leszoktak vonni, hogyha cserélsz. De ugye ez időkiesés is, meg a tisztaságot is, meg a kivitelezést is rontja, szóval nem csak 3%-ot veszítesz, hanem ez így sokszorozódik ugye a különböző kritériumokban, amiket néznek. Uh-huh. Egy ilyen verseny egyébként hogyan néz ki a pontozás? Tehát hogy az időnek a hossza, hogy megfelelő legyen, vagy hogy szokott kinézni? Az idő az a döntőben, az a nagyobb versenyeken mindig 3 perc szokott lenni. Illetve, hogyha vannak selejtezők, előselejtezők, akkor azok ilyen 1-1.5 percesek. Tehát, hogyha tudnál többet is, akár időben, akár trükkben, akkor is csak 3 percet. Igen, akkor leállítják a zenét, illetve van, ahol ezt nagyon szigorúan veszik, és elvileg akár nem is veszik figyelembe az előadás, hogyha legalábbis a szabályzatban ez van, de ilyet még én nem láttam. És gondolom, akkor a pontok nagy részét az éppen bemutatott trükk. Igen, a pontok nagy része az a technikáról szól, de mostanában sok változás történt, és nagyon nagy figyelmet kap most már így a színpadi előadásmód, meg hogy mennyire vagy magabiztos, mennyire használod a teret. Én mondjuk személy szerint inkább a technikába és a nehézségbe vagyok jobb, úgyhogy nekem ez egy kicsit így megnehezíti, de... Uh-huh. Ugye említetted azt, hogy a technika az, amit nagyon-nagyon pontoznak, és ugye említetted azt, hogy neked vannak saját trükkjeid, akkor ez ki az, aki egyáltalán pontozza? Ki szokott lenni a zsűri? Hát nagyon sokszínű zsűri szokott lenni, szóval minden versenyen akár más zsűrik vannak. Uh-huh. Általában olyanok szoktak lenni a zsűrikben, akiket jóvá hagy akiket bevesznek ebbe a zsűri csoportba, más zsűrik, akik már ezt korábban elkezdték. Általában olyanok szoktak ott ülni, akiknek ugye már van tapasztalata és sok versenyzőt láttak, de mivel ez nagyon szubjektív és mindenki szinte saját trükkét mutatja be, ezért nem tudom, hogy mennyire lehet így teljesen igazságosan ezt végezni. Hát okay. nagyon nehéz. Igen, hát akárhonnan is nézzük, az nem titok, hogy te világbajnok vagy. Mesélj erről egy kicsit, nem tudok elmenni, mert te hogyan szerezted meg ezt a dicsőséget, ezt a helyezést. Ez 2013-ban volt. Akkor még úgy volt, hogy az országos bajnokok bekerültek a világbajnokság döntőibe, és akkor én előtte első lettem az országos bajnokságom, akkor nyertem először országos bajnokságon, és ezért akkor is mentem ki először a világbajnokságra, mert Amerikában rendezték meg, és ugye, hogyha nem, Európában nem szoktak nagyon kimenni, hogyha nincsenek bent a döntőbe, mert ugye nagyon költséges. És bocsáss meg, hogy szólba vágod, csak nagyon érdekel, hogy ez a világbajnokság, ez úgy néz ki, mint bármilyen más sportának a világbajnoksága? Vagy hogy neveztek egyáltalán magára a bajnokságra?
Hát a világbajnokság. Uh-huh. Tehát akkor van, mit tudom, elindul Magyarországon, van egy magyar bajnok, és akkor ő megy ki. Igen. Vannak kontinentális bajnokok igen. is, és így tovább. És szerintem, ami nálam nagy előny volt, hogy a világbajnokságokon általában, hogyha valaki új stílust visz, uh-huh. ami nagyon eltér az előzőektől, akkor az mindig nagyobb teret szokott kapni, és szerintem nekem ez lehetett így a fő erősségem, hogy nagyon egyedi volt, meg nehéz szerintem. De ezzel mondtad, hogy egyediség mire gondolsz? Itt erre gondolja, hogy nem szemekbe toltad ott is? Ez is éppen egy saját trükk például. Szóval próbálom úgy felépíteni az előadást, hogy szinte csak saját trükkök legyenek benne. Persze elkerülhetetlen, hogy alapelemeket ne használjunk, amiket mások is használnak, de próbálom minél inkább csak saját trükkökből felépíteni, de már nagyon sokan uh-huh. ezt csinálják. Uh-huh. Térjünk vissza arra, amikor te megszerezted ezt a világbajnoki címet. Nyilvánvalóan az előbbi pár mondatodban kiderült, hogy ilyenkor, amikor ott a bajnokságon látod a más országnak a versenyzőit, a színpadon nem hátul vagytok elzárva. Nem. Te gondoltad azt, hogy a te, nevezzük, produkciód volt a legjobb? Hát mielőtt maga az egész verseny volt, uh-huh. akkor úgy éreztem, hogy mindenképp lehet esélyem, hogyha sikerül előadnom, amivel készültem. Ott a helyszínen jobban izgultam, mint szerettem volna, uh-huh. úgyhogy nem ment annyira zokkenőmentesen, mint otthon vagy máshol, de igazából nem néztem túl sok előadást, mert ilyenkor nem szeretem a többieket nézni, csak azután, ha már én lejöttem a színpadról, de ott maradtam a szobában ugye szokni a hangokat, és így az egész hangulathoz így hozzászokni. Nem is tudtam, hogy mit gondoljak, mivel ez volt így az első világbajnokságom is, ugye a zsűriknek is új voltam, és még sose zsűriztek ők engem, úgyhogy nem tudtam annyira hova tenni magam. De mindenképp reménykedtem benne. Igen, és hát a világbajnok is lett ilyen, ami az úgy két év késése is, de köszönöm. Gratulálok hozzá. Mit tudhatunk a mostról, illetve a jelenedről? Most éppen van egy verseny, amire készülsz? Igen, most valószínűleg a következő versenyem a következő világbajnokság lesz. Uh-huh. Na, mikor van egyébként? Az augusztusban lesz, Tokióban. És tavaly volt az első év, hogy elkezdett vándorolni a világbajnokság, mert eddig mindig Amerikában rendezték meg. És most Európában volt, és a következő pedig Tokióban lesz. És hát szerintem ez lesz a legnehezebb, vagy hát a legkeményebb világbajnokság, ha úgy veszük, mert a japánok így messze a legjobbaknak számítanak, és nagyon sokan is vannak, úgyhogy... Belehúztak. Igen, hát ők már nagyon régóta így a legjobbak között vannak, úgyhogy... Tehát így búcsúzóul, mikor kell neked akkor majd drukkolni? Augusztus... első fele, az biztos. Augusztus első fele. Inkább mondjuk egész augusztusban rukkoljunk, Janinak. Köszönöm János, szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.